Azt mondták őseink, Isten jó kedvében teremtette a világot. A teremtő művének gyöngyszemei Vas és Zala megye ezer arcú tájai. Az ég felé nyújtózkodó Kőszegi hegy, a Vadrába folyó, a híres zalai dombok, a szombathelyi egyházmegye, vagy ahogy emlegetik, a vértanúk és szentek földje. Itt született Szent Márton püspök, Mincenti József bíboros, hercegprímás, itt halt vértanú halált Szent Quirin püspök és Brenner János áldozópap. Van egy ősi város a Szombathelyi Egyházmegyében. Az egyetlen a Kárpát-medencében, amelyet az alapítása óta soha nem hagytak el lakói. Ez Szombathely, az ókori Szavária. Vas megye központja, a térség gazdasági, kulturális, vallási életének szíve. A szegényeknek Szombathelyen több pártfogójuk is van. Szent Márton, a szaléziek és a ferencesek. A szerzetesek még a 14. században telepedtek le a városban. Egy ispotályt, kórházat alakítottak át saját céljukra. Idővel templomot és kolostort építettek a helyére, hogy szolgálják Istent és fele barátaikat. A templomot Szent Erzsébetnek, II. András király leányának, a szegények pártfogójának tiszteletére szentelték. Mai formáját barokkori átépítés során nyerte el. A templom belseje több építészeti stílus jegyeit viseli magán. A szentély megőrizte az eredeti gótikus formavilágát. A templomhajón a 17. századi átépítés nyomai láthatók. Főoltáron Árpádházi Szent Erzsébet faragott szobra látható, körülötte Molnár C. Pál festményei, melyek adventi, nagybőti és Szent Erzsébet életéből vett témákkal cserélhetők. Az üvegablakokról a magyar és az egyetemes egyház nagy alakjai tekintenek le ránk. A templom egyik mellékoltárának festménye az 1740-es nagy szombathelyi tűzvészt örökíti meg. Ez Szombathely legrégebbi látképe.